Közel 200 éve, 1821-ben Berlinben a brandenburgi kapu mellett állt a család cirkusza, utódaik pedig azóta is hűségesek maradtak hivatásukhoz. Hölgyeim és uraim, hazánk egyik legsikeresebb cirkuszi dinasztiájának három generációját képviselve érkezik Richter József, fiai ifjabb Richter József és Richter Flórián, és az unoka Richter Kevin. Isten hozott ölelet, szervusz, szervusz, fogd a helyet, szevasz Kevin, szevasz, szevasztok, üljetek le, jó, szevasztok, jó, hát. Na kérem szépen, hát Jocikám, most te hoztad a legnagyobb trófeát, ugye magyar cirkuszosok 6 díjat kaptak Monte Carlo-ba. Úgy tudom, és abból 4-et ti. Hát ugye a Monte Carlo-i cirkuszfesztivál a világ legnagyobb cirkuszfesztiválja. Tehát ez a cirkuszművészet Oscar díja. Így is szokták nevezni. Ezt mondhatjuk minden tovább. Még jó, tehát ennél följebb nem lehet menni. És hát ugye itt a világ legjobb artistái méretik meg magukat minden évben, uh-huh. egy 6-tagú zsűri előtt, uh-huh. aminek Stefani Monaco hercegnője a zsűri elnöke, és egy 3500 fős közönség előtt kell fellépni, A és B műsorban. Uh-huh. Összesen 8-szor léptünk fel a versenyprogramon belül, és hát a szakmai zsűri pontozza az előadásokat. 3 különböző produkcióval indultunk. Ami azt hiszem szintén már kivétel, nem? Mert nem mindenki vihetett ennyi produkciót. Mi voltunk most az egyetlenek, akik 3 produkciót mutattunk be, a legtöbben mindig egy számmal indulnak. Uh-huh. Mi bemutattuk a magyar lovas akrobata számot, ugye, ami a Richter család specialitása. Így van. És néhány évvel ezelőtt ezt már Hungarikummá is nyilvánították. Aha. Bemutattuk a világ legnagyobb egzotikus állatprodukcióját, amiben 32 állat volt látható egyszerre a porondon. És a feleségemmel egy közös produkciót, amit úgy hívunk, hogy balett a lóháton. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 ló vágtat a porondon, és én a 2 lónak a hátán állok, mindenféle biztonsági kötél, vagy éppen gyeplő nélkül, és a feleségem különböző elemeket mutat be a fejemen, a vállamon, és ezeket a produkciókat úgy a cirkusz szakmai vezetők úgy emlegették, hogy ezekkel valóban bevonultunk a cirkusz történelembe, mert ilyen produkciókat még nem mutatott be senki Monte Carlo-ban. És a világon egyedül cserője, hát ezek nagy dolgok. Na most a te produkciódban volt valami, ugye te is ott voltál, és valami kis gigszer történt. Mesélj, mi történt a gyerekkel? Hát az az igazság, hogy a lovas akrobata szerint van, hogy 5-en felugranak a lóra, uh-huh. és ugye hát a siker érdekében... A de fiam... kis szakmai titok, amit most egyébként elárul. Úgy, szerintem jobban meséled el, tehát én se tudtam hirtelen, hogy mi történt, hát leesett a lóról a ifjabb Richter József. Tehát a lényeg az az, hogy ugye az édesapám nagyon sok év után most visszatért a porondra, és hát ő vezette fel a lovakat a lovas akrobata produkcióban, és volt egy trükk, amikor 5-en egyszerre felugrottunk a lónak a hátára, és én éreztem, hogy már le fogok esni a lóról, uh-huh. és hát gondoltam a siker érdekében... Én ha egyedül vagyok is érzem ezt, gyakran, és nem állok, hanem ülök, tudod? Szóval éreztem, hogy kibillentem az egyensúlyból, és hát gondoltam, ha már úgyis leesek, akkor egy kicsit rájátszunk a dologra, hogy nagyobb siker legyen, ugye ez egy bevett szokás az artista. Ja, mint amikor a focisták fetrengenek, ez már semmi bajunk. Csak itt a bíró hiányzott, de hogy leestem, és hát egy picit úgy rájátszottam a dologra, hogy megsérültem, és akkor ilyenkor, hogyha az ember megismétli a produkciót, akkor még nagyobb siker van. De édesapám ment a lóval, és egyszer csak odaszólt, mit csinálsz a földön, állj már fel, nem kell ez ide. Tehát, meg hogy pipa voltál, hogy összepiszkolta a ruháját. Pontosan lent, azt ugye? Tehát, szép, mint szép. Ami kisgyerek lenne, hogy már megint hogy nézel ki. De díszes magyar jelmezbe, fehér ruhába, földön, összekened a ruhádat, állj már fel, nem kell ez ide. Tehát, hogy egy picit. Na, azt hiszem, a díjátadásról van egy bejátszónk. Stefani hercegnő személyesen jelentette be, és hát itt nagyon örülünk.
ugye mi kaptuk az aranybohóc díjat, itt tudtuk meg, hogy mi kapjuk ezt a díjat, és hát ez egy felemenő érzés. Ő a kedves feleségem? Ő a feleségem, igen. Nem volt rossz döntés. Köszönöm. Tehát ahogy látom. És hát ez egy artistának tulajdonképpen a csúcs az életében, amikor itt bejelentik, hogy aranydíjat nyert, úgyhogy itt nagyon-nagyon örültünk is. Na hát mi is kérlek szépen szívből gratulálunk. Magyarországon 44 év alatt, tehát 74-ben az első, mondták a cirkuszfesztiválon, azóta magyar artista méz 2 kapott, tehát 10 év ezelőtt Richter Florian kapott aranyat, és most Richter Florian, és most ebben az évben 2018-ban ifjabb Richter József. Tehát ez tényleg nagyon nagy dolog. Tehát több száz magyar artista próbálkozott, elment a versenyre, és sajnos nem sikerült nekik. Mindig a kínaiak, az igen, oroszok... Igen, ismered, egy pasas megy egy hegedűtokkal a Nagybező utcába, és megkérdezi valakit, hogy jutok a Zeneakadémiára, azt mondja, sok-sok gyakorlással. Hát azt hiszem, hogy ez a ti művészetetekre is igaz. Az itt a Flóri díja, a másik, az aranybohóc, ugye? Arról beszéltünk? Igen. Nézed, és ezek a mellette lévők? A mellette lévő az ezüstdíj, amit 2004-ben nyertünk el feleségemmel, és hát 2008-ban meg az aranyat. Azért ezt se felejtsük el, tehát az egyetlen magyar Kossuth díjas cirkuszművész, aki Kossuth díjas. A ti cirkuszotokat mikor államosították, és milyen körülmények között? Ti magán cirkusz voltatok? Tehát a Richter János, az én nagypapám, az édesapámnak, igen, a Richter János cirkuszt 1950-ben Kenderesen államosították. Tehát ott azért Kenderesen, faluban, mert épp ott voltatok. Ott a cirkusz ott szerepelt, Kenderesen, körbevették a cirkuszt, és azért hoztam dokumentumot, és lehet látni, hogy jegyzőkönyvben minden darabot... Nézzük meg! Itt van. Nézzük meg! Jó, hát... Ezeket te szedegeted elő? Nézd, az édesanyámnál van ott... A levéltárból. Egyet lapozott, fel van írva minden darab, amit leltároztak, és fel kellett hozzák az egészet Budapestre, ezek 50-ben. Még jogod van beszállítani, tehát a teljes készpénzkészlettel ballagjál fel. Igen, mindent. Hát ez képest egy postaramlás az egy tisztességes ügy, nem? Hát addig a lét. Hát a Richter nagypapa volt az igazgató, de mégis az édesapámtól, hát én még akkor nem értem, 50-51-ben születtem, az édesapámtól még a kis Saks motorbicikliem azt is elvették, tehát gépkocsikat, tehát volt teherautójuk, ugye abban utaztak, lovakkal, minden. Tehát minden családnak egy-egy cirkuszkocsit hagytak, tehát annyi maradt, és abból indultak újonnan. Tökében 1900... Bújik gyártmányú vontató autó. Már Bújik teherautó. Ugye 2000 forintra megrendítő dokumentum, és akkor ők azonban nem hagyták magukat, hanem hát elkezdtek így szamizdatba cirkuszkodni, igen. Ugye? Tehát ilyen félig illegálisan. Egész országban körlevelet írtak, megszűnt a maszek cirkusz, nincs, csak állami cirkusz létezik, és az édesapám volt az első, 1955-ben, 56-ban, ott, ahol megengedték a faluba, ott tartottak előadást, hanem akkor továbbálltak a faluból. Na és akkor vartatok egy sátrat házipari módszerekkel. Sose felejtem, Balatonverényben volt az első cirkusz sátor, az édesapám ott megvarták az Inge varrógéppel, a Balaton parton közvetlen, ez 1956-ban volt, és ez... És azt tudom, hogy kész lett a sátor, fel lett építve. A premier előadás, telt ház, na, édesapám trombita a hón alatt, ment át, na, kezdjük a műsort. Bent a porondon át, hogy kezdjük a műsort, jött egy szél, és elrepült az egész cirkusz sátor. De nézzük, baleset nem történt. Olyan szerencse, hogy hát ez nagy szerencse, nem ugye hát ezek a különböző zéglik, meg stanglik, meg nem tudom, amit az egész emlegettetek. Kijöttek a karok. Az egy pár fickót fejbe vághatott. Kijöttek a karok, és az egész cirkuszát ott eldobta arra. Isteni. És akkor hazamentek, és másnap visszaállították, és a közönség jött. Elmondtuk, aki hűség, akar, tehát megértették ezt a malőrt, és igen, hűségesen, meg tudták másnap hűségesen vissza vászorodtak.
1965-ig édesapámnak volt a legnagyobb magán maszek cirkusz a Magyarországon, utazott, és akkor 65-től az állami cirkusz leszerződtett az egész Richter családot, akkoriban édesapám együtt, és akkor mi akkor már az állami cirkusz kiküldetésben napi díjjal dolgoztunk. Igen, volt. Kérlek szépen, egyik fiat sem Magyarországon született. Flóri, te hol születtél? Stuttgartban. Stuttgartban, ugye, mert akkor éppen vagy... Hát éppen ott... A saját születésedről nem kérdezlek, mert erre ritkán szoktak emlékezni. Az Altdorf cirkusszal ott szerepelt. És úgy jött ki a lépés. Úgy jött ki a lépés. Ott született a Flóri. És Joci? Én Swanseeban, Angliában születtem. De sok nyelvet tudsz. Igen, igen. Ugye? Angolul, németül, olaszul. Hát ez ragad az ember a cirkusz világában. Flóri, mindegyen, öt nyelven tudom. Te is tudsz. Igen. Neked is az volt, hogy gyerekkorodban, ahol volt a cirkusz, ott jártál általános iskolában? Hát ez tébolyító. Nekem megvan az könyvben. Már viszont nem így volt. Nem így volt. Nem, de tehát az én szüleim megengedhették maguknak azt, hogy a saját magántanár utazott velünk együtt, tehát régen ők ugye, mint artisták dolgoztak más és más cirkuszoknál, más országokban, és akkor akár Japánban is voltunk, oda is jött a tanár, ott tanultam vele együtt, és akkor visszarepültünk Budapestre, és akkor így minden év végén ugye vizsgát tettünk. Levizsgál. Hát apám, ez egy új jelen, és akkor várjál, de hát az egy tanár tanította a humán és a reál tárgyakat is? Vagy az alsó tagozatokban, tehát a negyedik, ötödikig ez még ment, de utána már több tanár kellett. És több tanár jött? Több tanár is jött, de utána az volt a szerencse, hogy 1995-ben megalapítottuk ugye a Magyar Nemzeti Cirkuszt, és akkor már itt voltunk Magyarországon, és akkor ez így már könnyebb volt megoldani, hogy akkor vidéki városokban jöjjenek el a tanárok. Hát akkor lehet mondani, hogy kalandvágyból itthon maradtatok. Kevin, és te hogy jársz iskolába? Én is magántanuló, ugyanúgy utazik velünk a magántanár. Hát azért ilyen nem, hát ilyen arisztokratáknak volt annak most idején. Most nagyon kényelmes, éppen a fővárosi netcirkuszban dolgozunk, és hát oda jön a tanár, szóval nem kell messze. Oda jön a tanár! Igen. Mert a Városligetből Kevinke nem tud bevászorogni az iskolába. Hát edzések, műsorok. Nem tud, mert gyakorolni kell, műsorok vannak, tehát... Edzések vannak, próbák. Te most valami rekordjavításra készülsz, vagy készültök? Igen, most szombaton lesz majd a rekordok könyvébe fogunk bekerülni. A világ hát, ha megcsináljátok, Ha sikerülni fog, igen. Tehát minden három műsoron lesznek ott a könyvjegyzők, és megnézik a műsort. És ez melyik lesz? Miben áll a rekord? Tehát a Magyar Posta, tehát hogy 20 ló egyszerre a Magyar Posta. A 20 ló, azt én láttam. Igen, igen, az a azt én láttam, ugye? Tehát, hogy a karodon tartasz, mint más a bevásárlókosarat 20 lóval, akik ugye mennek körbe-körbe. Édesapád ugye nagy elefánt idomár volt. Hogy hívták a híres elefántotokat? A Jubile az itt született az állatkertben. És ezért kaphattátok meg, ugye? Mert akkor is már korlátozás volt, nem? Igen, igen. És akkor azt hiszem 61-62-ben az állatkertben született, és nem volt hely, el akarták adni, és akkor érdekel megtudta, megvette az elefántot, egy elefánt, két-három évre vett még egy elefántot, és akkor felépítettünk két, a végén három elefánttal egy világ olyan produkciót, amit mai napig nem tudnak utána, azért elefánt ugrott egy deszkára, egy ember, két, három ember szaltó, a másik elefánt hátára. Kézegyensúlyozástól kezdve minden. A James Bond film, a Roger Moore-ral együtt filmeztünk a Polip című filmben. 83 elefánttal nagyon sok akcióban vettünk. És akkor ti kimentetek oda? Vagy Londonban, Palvés stúdióban filmeztünk, több mint két héten. És mi volt az elefántok feladata? Hát egy várostrómába kellett részt vegyünk, és dobbantott az elefánt, felrepült 8-10 méter magasba a feleségem, mert megfogtam az elefánt fején, és akkor onnan indult a várostróma, ugye? Hát ilyen kis dolgok. Hát azért meleg a pite. Igen. Meleg a pite, de ha ez sikerült, akkor azért egy kisebb készpénzösszeget átadtak, gondolom. Tehát most én nem akarok itt a zsebetekbe turkálni, komoly de ez hányban volt?
1983-ban. Jó, szóval itt még bőven kommunizmus de volt. Ez én még emlékszem egyébként erre a jelenetre, és arra emlékszem, hogy kisgyerek voltam, és nekem a kedvencem az a Superman volt mindig. Igen. És ott álltam édesanyám mellett, és azt mondja, hogy Florikám, nézd meg, itt jön Superman. És tényleg a színész jött, és én teljesen le voltam dermedve, hogy tényleg ott van Superman, és azt vártam, mikor fog elrepülni. Igen. Jelenleg milyen állatokkal dolgoztok? Hát Flóriról tudom, hogy elsősorban ugye lovakkal. Hát, van nálunk is elefánt, zebrák, tevé. Elefánt? Oh. Szandra az elefánt, idomított elefánt, ő már 42 éves. Igen? 40 éve van már a családban. 40. Ő és volt az, aki borotvált is? Igen. És ő tehát az utolsó legális szállítmánnyal hozták Indiába, és annak idején az apám és a nagypapám őtet választották ki. És Szandra most mit csinál állatok? Hát a Szandra az egy fantasztikus elefánt, szóval az több 20-25 különböző produkciókat tud, különböző állatokkal is együtt tud dolgozni, tehát zebrákkal, lovakkal, tevékkel, sőt más elefántokkal is már szerepelt, és rengeteg filmekben is szerepelt, mint ahogy a James Bond film Octopussy-ban is, reklámfilmeket is csináltunk Lance Armstronggal, különböző tévéstábok mindig minket keresnek fel, hogyha elefánta bármilyen jelenetet kell. De mondd is, van olyan, hogy egy állat kezelhetetlen, és meg kell tőle válni, szép, nem szép? Szerintem nagyon ritkán van ilyen, szinte nincs is. Ugye elefántokkal, lovakkal már nagyon nagy tapasztalata van a családunknak, de én például most Monte Carlo-ban is zsiráfokkal is felléptünk, tehát ez egy nagyon nagy álom volt. Tehát a zsiráfok azért nem az IQ-jukról híresek így a vegyére. Meg főleg az, hogy a mi családunk arról világhíres, hogy ugye nem az van, hogy egy úgymond egy rekvizitán csináljuk meg az akrobatikus mutatványokat, hanem az állatokon, az állatokkal együtt. Tehát ez egy összetett dolog. Lásd, mikor faterel ugrik az elefántról. És mi is, ahogy a lovak hátán szaltózunk. Igen. Meg stb. De mondd a zsiráfot! Hát igen, ugye ezt sokan mondják, hogy a zsiráfok elég buta állatok. Hát én csak tippergetek. Mégis mi olyan kapcsolatot tudtunk létrehozni a zsiráfokkal, hogy például a feleségem a zsiráf hátán ül, a zsiráf bejön a porondra, feláll egy dobogóra, és az elkezd forogni, és közben egy ilyen világító ruhát bekapcsolunk. Tehát ez egy hatalmas látvány a közönségnek. Mm-hmm. Ugye az első zsiráfunk egyedül érkezett, és hát arra gondoltuk, hogy ne legyen egyedül, összeszoktattuk egy pónilóval, és ezentúl ezután a zsiráfot úgy tudtuk különböző, tehát szállítani, vagy éppen a porondra bevinni, hogy a pónilovat vittük, és a zsiráf követte. Tehát egy 60-70 cm-es kis póniló, több mint 4 méteres zsiráf követte. Veled volt valami a legutóbbi szerepléseden, ez is ebben a színházban volt, Amsterdamban volt. Amikor hát nem úgy sikerült a produkció, de aztán na meséld azt el, légy szíves. Egyik műsoron ugye nem úgy sikerült ez a szaltó, ami ahogyannak sikerülnie kellett volna, és a két műsor között, mivel három műsor volt aznap, két műsor között bementünk gyakorolni. De mivel az egyből a műsor után volt... Hát apád bezavart valószínűleg. Tehát hát egész csoporttal. Mindannyian együtt, hiszen egy közös bementünk gyakorolni, és mivel nem volt még kint az egész közönség, még a fele bent volt, ezt végignézték a gyakorlást, és amivel látták, hogy a műsor nem sikerült, és az edzésem meg egyből sikerült, tehát háromszor egymás után sikerült, akkor ugye őrjöngött a közönség, meg tapsolt. És akkor így visszahoztad a labdát a hálóra. Jóci, neked volt egy eléggé különös esküvőt, kérlek szépen. Hát először is hogyan kérted meg a feleséged kezét, mert már ez se piskóta. Hát ez egy ilyen meglepetés volt tulajdonképpen. Egy szombathelyi előadásnak a végén úgy gondoltam, hogy stílszerűen a porondon kérem meg a feleségemnek a kezét, és hát egy közös produkciónak a végén kértem meg a kezét a porondon. De még virágeső is volt, minden, meg volt a szervez. Konfetti, minden volt, helikopter, kicsit túlzok, de... De most attól rakjuk be a helikoptert, azt ebben én is hazudom, persze. Tehát kicsit meg kell tolni a történetet, az nem baj. És igen mondott, teljesen meglepő módon? Igen. Igen, mondott. Kérlek tisztelettel. Én is meglepődtem, de igen, és mondott. És utána van rólatok egy fotó. Ez már a következő lépcsőfok volt, ez már az esküvő volt a bazilika előtt.
Ahol hogy nem, ott volt egy elefántszal, kiért benneteket, igen? Igen, ez 2016-ban volt, két évvel az ezelőtt. Az anyátok, a bazilika előtt, ugye ott volt az esküvünk, és hát ott is stílszerűek szerettünk volna lenni, és elefánt háton búcsúztunk a nász néptől, aminek a híre szinte az egész világot bejárta. Tényleg? Az esküvőnek a híre. Hát nem csodálom. Te engedélyt például hogy kaptatok? Tehát mit mondott a püspök úr, hogy most itt elkezd, hát édesapám egy-két telefont megejtett, és akkor... Ezt egyébként nyáron is szokták kérdezni, hogy más ember a kutyáját nem viheti bele a Balatonba, de mi mégis minden évben egyszer megfűrösszük az elefántukat. Valahogy idáig ezt is sikerült elintézni. És melyik elefántotok volt, aki csinálta ezt azt még én is láttam ifjú koromban, ezt a borotválkozós számot. Ilyen régen a Jubile csinálta, igen. Az apámnak a kedvenc elefántja, uh-huh. És mostanában most már Szandra csinálja a borotvál elefántot, és hát az ugye arról szól, hogy egy önként jelentkezőt ugye behívnak a porondra, és akkor mondani fogják, hogy egy világbajnok meg fogja borotválni. És akkor bejön ugye a személy, ugye nem tudja, hogy ki is fog most jönni, és akkor megjelenik egyszer az elefánt, és a Szandra az nagyon jól tud pamacsolni, tehát rendesen pamacsal megkeveri a habot, és akkor azt felhordja az embernek az arcára. Cuki. Aztán egy műanyag késsel azt leveszi, leszeli, de előtte még megélezi azért. Igen. Fenőgépnél megélezi, aztán azt leszedi az arcáról, és a végén utána felszív, vagy 15-20 liter vizet, és akkor azzal lefújja az arcát a jelentkezőnek. Ez is ilyen szakmai titok, hogy azért ezt egy beépített emberrel szoktuk mindig csinálni, és egyszer valahogyan valaki nagyon gyorsan jelentkezett, és hát őtet ültették le. Édesapám, ő irányította az elefántot, megjelent az elefánttal, ugye kinyílott a függöny, bejön az elefánttal, és akkor az elefánt elkezdte behabozni az emberkének az arcát, és apám csak azt látja, hogy az ember folyamatosan rángatózik, húzza a fejét jobbra-balra, és nem engedi, hogy bepamacsolja az arcát. Igen. Az elefánt. És hát ott megkezdett mérgelődni, meg hát ő nem értette, hogy az miért van így, és valahogy megcsinálták így a produkciót, és akkor apám ugye kijött vele együtt, ugye amikor miután meghajoltak, és akkor mondtuk neki, hogy azért próbáljon megnyugodni, mert ez nem is a mi emberünk, hanem tényleg egy idegen. Hey! A Richter családot látták, köszönjük szépen, idősebb Richter József, ifjabb Richter József Joci, Richter Florián a lovak vágyusa, és Richter Kevin. Hölgyeim és uraim, most ismerjék meg itt a Richter József bájos feleségét, aki egy lélegzet elállító, kéz egyensúlyozó számot mutat be. Színpadunkon Mary Lou Casselli!